Sziasztok, én Oxi Foxi vagyok, és itt vagyunk a Pliáruházban, vagyis egyébként a C-Shop nevű sorozatomban. Kérdeznétek, miért vagyunk a Pliáruházban? Egyszerűen azért, mert azt akartam nektek mutatni, hogy hogyha beírjátok, hogy C-Shop, és kicsikét lejjebb tekertek, nagyon-nagyon le kell tekerni. Ez el fog tartani egy darabig, vágok. Upszi, nem ott kellett letekerni, ahol én letekertem, na mindegy. Na mindegy. Szóval rákatintottam a C-Cops-ra. Látjátok, mit ír ki? C-Cops Beta. Mik vannak itt? Egyébként alkalmazás béta tesztelőjén lettél, remek! Juhú! Egyébként csak annyit kell tudnotok, hogy van egy új frissítés, például mégpedig a 0.7, szóval a 0.7.0-nak a első bétája, amiben egyébként majd be lehet jelölni a barátokat, de ezt majd később még megmutatom. Ugye lehet hozzájuk csatlakozni. Player profiles Paragon Tetsure. Ezt le kell fordítanom, hogy mi ez a harmadik szöveg, ez a player profile meg a Gun Tetsure. Meg ilyenek, várjál, újdonságok. AK-47 mód imported. Super 90 modemork. Weaponold dropfixed. Meg bookfix, meg... Jó, ezt inkább hagyjuk. Ezt majd ti megnézegetitek. Képeket nem nézzük meg. Ugye akik csinálták ezt a játékot, az a cuccos csinált más játékot is. És igen, itt vagy, hogy béta tesztelő vagy? Na, szóval a Pliáruházban van ilyen cuccoska, hogy lehet jelentkezni béta tesztelőnek. És ha bejelentkezel béta tesztelőnek, akkor az alkalmazások frissítéseinek tartalmazzák a béta verziókat is. Ha kilépsz az alkalmazás béta programjából, akkor a továbbiak nem férsz hozzá a béta frissítésekhez. Hát szóval, mivel béta tesztelőnek jelentkeztem, ezért, ha mondjuk egy alkalmazásnak a béta tesztelője vagyok, akkor mindig, amikor kijön a béta verziója, akkor azt letesztelhetem, szóval játszhatok a béta teszt a verziójával. Ugyanúgy, mint a Minecraftnál. És mert ott is jelenleg a beta verzióval játszok, csak az nem player ruházról van, hanem iPod-éről. És ja. De viszont ha nem vagyok beta tesztelő, hanem normális, akkor nem vagyok beta tesztelő, ennyi. Ja, egyébként vágok egyet, vagyis innen vágok egyet, és akkor menjünk is a játékba. Na itt is vagyok a játékban, nézzétek, 7.1. Na. Jogi. Na. Akkor látjátok? Amiről olvastam ott Pliáruházon, ott van legalul, ez a szociál. Erre rákattintok. És akkor itt be lehet írni a barátodnak a nevét. Mondjuk én mondjuk megpróbálok egy barátomra rákeresni. Nem biztos, hogy így kell leírni. Alsóvesző Gamer. És akkor ugye profile nofu. Egyébként a kedves Triki barátom már csinált megváltoztatta a nevét egyébként, csak neki gondolom, lehet, hogy rosszul írtam be a nevét. Na mindegy, az a lényeg, hogy be tud jelölni majd barátnak. Egyébként nekem már egy kedves kis néző, amit be van jelölve. És
akkor ha... Egyébként, ha a kedves kis nézőm játékban van, akkor itt a neve mellett megjelenik egy kis kocka, hogy in-game. Szóval a játékban van, vagy játékban. De egyébként így rá tudok nyomni, és itt lehet, hogy összesen, szóval mióta játszik, azóta 571 kille volt, és 1226-szor halt meg. Ez a ratio, ezt nem tudom mit akar jelenteni, vagy hogy az miért van ott. Na mindegy. Ja, meg lehet csinálni, hogy törlöm a barátok közül, de mivel én nem akarom törölni, elsőjét nem törlöm. Egyébként igazából még nem tudom, hogy itt a kontroll terembe változott-e valami. De elméletileg nope. Szóval elméletileg semmi. És ja. Ja, és nem sokára tudunk leadat nyitni. Na. Kedves kis emberke, aki ugye mondtam, hogy megvan nekem barátnak, írt rám messengeren. Szóval egy kicsikét vágok egyet, egy kicsikét beszélek vele, és megbeszélem, hogy jöjjön egy terembe, és utána játszunk. Ja, és még mutatok valamit a frissítéssel kapcsolatban. Na, csináltam egy termet, és látjátok? Mostantól a frissítésbe kiírja, amikor ezt beadja, kiírja oda a kódot is, hogy a teremkód a C2I-vel. Na. Melyik, mit, room, kód, mi? Room, kód, illik a teremhez. Azt hiszem ez a terem Spanyolországban játszódik, de nem vagyok benne biztos. Na. Mivel úgy beszélt, ő ugye a totál ellenté, szóval ő szereti a kék csapatot, ezért én sárgába megyek. És agúval leszünk. Kegyetem az agút. Jaj, egyébként közben beszélek. Tegnap ezzel a kis ember, kedves kis emberkével játszottam egy versus egybe is. És ma írt nekem egy olyat, hogy tegnap, hogy jó volt, nem, azt írta, hogy jó volt játszani, és hogy forigaláztál engem, de most már nem hazudok, és én fogok nyerni. És egyébként, kedves nézőim, ha egy versus egyezni akartok velem, vagy ha bejelöltök barátnak, szóval ti is bétot ösztelők lesztek, és ilyesmi, bejelöltök barátnak, akkor ha kódos terembe vagyok, akkor aznak a kódos teremnek mindig minden körülmények között az lesz a jelszava, hogy Foxy, nagy F-fel, és utána kicsi betűkkel, mert hát már miért ne? Szóval egy versus egyezni akartok, akkor mindig Foxy lesz a jelszó, ugye a teremkód az persze mindig más. Na mindegy, most megvárom, még ez az emberke idejön, addig vágok egyet. Na, belépett a emberkénk, hála Istennek, már vártam rá így ide, kellett várnom egy-két percet, vagy ilyesmi. Na, most kezdődik a harc. Oké. Na. Drukkoljatok nekem egyébként, mert nem tudom, igazából nem olyan rossz ellenfél. Ő igazából azt hiszem azt mondta, hogy ő M4-jel jó. Egyébként M4-re kaptam egy skint, amit nem tudom, hogy ezelőtt vagy ezután a videó után fogtok látni. Csak egy ilyen sima kék színű skint. De igazából én azt mondom, hogy jobb, mint a semmi. Írom emberkének, hogy... Igen. Most egyébként semmi feladatom nincs, szóval ha el is veszítjük ezt a termet, vagy ilyesmi, akkor igazából nem nagyon haragszom. Én egyébként csak akkor szoktam haragudni az emberekre, ha mondjuk úgy... Hát
akkor csőnézzük. Na, akkor szokott engem felidegesíteni ez a játék, amikor tudjátok, nagyon sokszor megölnek engem egymás után, így bum bum bum, és akkor azt fel tud idegesíteni. De igazából mióta Hyperrel játszottam, azóta már egy kicsikét óvatosabban játszom, már szóval próbálok odafigyelni, például most is a hátam mögé néztem, és egy kicsit lelassítottam. Szóval, ja. Egyébként azt furcsálom ebbe a játékba egyébként, hogy amikor vidizek, mert mondom, ezelőtt is vidiztem, amikor... Szóval, hogy... Attól függetlenül, hogy... Kifogyott a lőszerem, nem figyeltem oda, most az volt a hiba. Na mindegy. Az a lényeg, hogy... azt vettem észre, hogy amikor mondjuk videózok erről a játékról, mert ezt már teszteltem ezelőtt a vidi előtt, amikor videózok erről a játékról, akkor mindig laggolok. De úgy nagyon. Na, sikerült végül is leszednünk ezt az emberkét. Mivel lőttél? AK-val, hát mondjuk én sem vagyok rossz AK-val. Igen, egy-egy az állás. De ezt nem tudom, mi a F-nek írja ki, mert tudom, látom. Meg ti is tudjátok, mert ti is látjátok. Na mindegy. Egyébként... Ha már ennyire frissítik ezt a cuccost, egyébként ebbe a játékban nem sok mindent hoznak be, ha mondjuk frissítenek. Szóval kb. Olyan, mint néha a Minecraft, hogy tudjátok, néha csak egy skin packet hoznak be, vagy ilyesmi. Ja, de szerintem ez tök... Ez mondjuk nem rossz ötlet, ez a frissítés, hogy a barátnak jelölést behozták. Egyébként én már gondoltam ilyesmire, hogy ez... Egy idő után biztos be fogják hozni, hogy be lehessen egymást barátnak jelölni. Mert már gondoltam ilyesmire, és kész. Egyébként bocsánat, ha mondjuk néha így megakadok a beszédbe, csak néha így koncentrálok, hogy vajon hol lehet? Értitek? És akkor azért állok le néha a beszéddel. Meg ugye én nem tudok egyfolytában beszélni. Ez igazából ez a terem, amiben most vagyunk, ez a kanál, vagy kaza... Nem tudom, hogy kell kimondani helyesen. Majd írjátok le kommentbe, hogy kell kimondani helyesen a terem nevét. Az a lényeg... Hogy arra asztalra azt hittem, hogy annak a emberkének a keze. Na mindegy. Volt egy olyan érzésem, mint ha itt láttam volna elsuhanni, vagy ülni, vagy ugolni, vagy ilyesmi. Na, ebbe a terembe viszont azt nem szeretem, hogy ugye kb. Mind a kettő spawn ilyen kicsike. Na, jelezte a térkép arra a híd felől az emberünket. Shit. Az a baj, hogy néha mondom, amikor videózok, akkor laggol. Ugye nem tudom miért, de a videóprogram egy kicsit megterheli az internetet, vagy nem tudom, a játékot, vagy nem tudom. Na mindegy, az a lényeg, hogy... Egyébként, amikor Hyperrel játszottam, akkor fura módon nem laggolt. Mondjuk lehet, hogy azért laggol, mert még ugye nincsen teljesen bug. Fixelve. Más szóval úgy értve, hogy ez még beta verzió, és talán azért akadozik néha ennyire. Nekem igazából a játék akkor szokott úgy nagyon akadni, szóval ha mondjuk alapverzióban is van, nekem a játék akkor szokott nagyon akad. Ó, most például nagyon makad. Írom a emberkének, hogy miért vagyok béna. Akad... Egy kicsit a játék. Na szóval, ja.
Hát most már nem tudjuk beelőzni, de még ha be is tudnánk, ha mondjuk még elő... Na úgy értve, hogy ha be tudnánk előzni, akkor is csak akkor, ha nem lenne ennyire... Ha nem akadoznék ennyire. Igazából ebben az akadozásban nem csak az, hogy videózok, neki is akadozik, látjátok? Szóval szerintem ez azért van, mert ez béta verzió. És előbb elkezdtem mondani, én azért szoktam általában nagyon akadni, én akkor már tényleg nem tudok játszani, és kára akad, akkor szoktam... hogy hívják azt, kempelni, amikor... Amikor akad a játék, és akkor leülök valahova a sarokba, és akkor ott várom az ellent. Csak ugye egy versus egybe ilyet nem lehet csinálni, mert nem fogom évekig várni, még az emberke jönni fog. Egyébként láttam az emberkénket. Nem merek általában késsel menni, mert akkor mindig nagy az esélye, hogy lepuffantanak előről, hátulról, oldalról. Ezért inkább megyek ebben. Egyébként, ja. Egyébként nem vagyok ilyen béna. Csak már ma még igazából nem nagyon játszottam. Ja, ma még nem játszottam. Talán, ja. Nem emlékszem, hogy ma játszottam-e volna. Na mindegy. Az a lényeg, hogy ma még nem játszottam, szóval még nem vagyok úgy belerázódva a játékba. Igen, ő nyert, örüljön neki. Egyébként, ha majd látát nyitunk, akkor én szeretnék erre a dupla pisztolyra valami jobb skint, mert ezt a Skyt már egy kicsikét unom. És hát jó lenne valami vagány skin rá, de ha még vagány skin sem úgymond kérhetek, akkor hát jobb lenne valami kicsivel jobb skin, na. Tök mindegy, hogy milyen, csak itt picivel jobb. Mert ez a Sky ez ilyen nagyon egyszerű, olyan, mint ha leöntötték volna izével. Világos kék festékkel, az cső. Most ezt hogy mondjam el? Ja. Egyébként, ami még igazából javíthatnának a fejlesztők szerintem, az a grafika. Mert néha szokott lenni nekem ilyen betöltési bugom, vagy hogy mondjam. Nagyon ritkán, hogy mondjuk az épületek, meg a lépcső, meg az ilyenek egy kicsit olyan homályosak, vagy hogy mondjam. Meg ilyesmi. Meg azt is kijavíthatnák, de ebben már talán Gézával beszéltünk, hogy a kéz, hogy amikor a kést fogja, akkor ne... Ó, hátulról támadott. Szóval amikor a kést fogja, akkor ne úgy szóval az egyik kez ne álljon úgy, mint egy fogyatékosnak. Szóval úgy értve, hogy a második kezet, amit ott látok a kés mellett, ami igazából nem csinál semmit, szóval a második kezet, azt igazán mondjuk eltüntethetnék, szóval csak egy kézzel vinnénk a kést, vagy ilyesmi, mert szerintem a valóságban, ha valakit le akarnánk késelni, akkor nem hiszem, hogy így tartanánk a kezünket. Utás közben, vagy ilyesmi. Na mindegy. Megvárom, még 19 perchez ér a videó. Aztán vágok egyet, meglátjuk, hogy ki nyer ebben a körben, és utána elköszönök tőletek, mert igazából csak ennyit szerettem volna mondani, szóval a frissítésről akartam rólatok veletek beszélni, meg hogy szerintem még miről frissíthetnének. Meg ugye játszok egy kedves kis nézőmmel, szóval most vágok egyet, amikor valamelyikünk nyer, akkor meg visszaállítom és elköszönök. Én nyertem! Juhú! Na most kilépek. Na. Majd majd írok neki üzenetet, hogy köszönöm szépen a szereplést. És én Opsi Foxi voltam, találkozunk a következő részben is. És ti is jelentkezzetek beta tesztelőnek, hogy be tudjatok jelölni barátnak. Szívesen várom a baláti jelöléseket.
Sziasztok! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.